családi nap volt a Fényesen. A fürdő dolgozói nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a családok számára a fürdőzésen túl egyéb változatos programokkal kedveskedjenek. Itt most locspocs parti folytatódik, vagyis hogy kezdődött és folytatódik egy órán keresztül. A cél az egyéves és a négyéves közötti gyerekeket és annak a szüleit szeretnénk megörvendeztetni egy kis vízi játékkal. Nagyon sokan meglepődnek, mikor ideérkeznek, tetszik nekik, vagy első szóra, vagy szó nélkül már jönnek is és élvezik. Versenyenként egy 30-50 gyereket várunk, és nekik a szüleit. Tehát egyszerre a medencébe szerintem egy ilyen 50-70-en tartózkodhatnak játékideje alatt. Minden évben díjazunk. Nem első, második, harmadik helyezetet idén, hanem minden résztvevő fog kapni csokoládét, cukrokat. Hát olyan fél egy fele jöttünk ki, versenyeztünk, gyűjtögetni, búvárkodni, meg segíteni egymásnak. Inkább fölülről néztem, hogy hol van. Úszószemüveggel tudok. Hogy ne csak a gyerekek vetélkedjenek, a felnőttek is összefoghattak, és lecsófőző versenyen mérhették össze a tudásukat. Ez idén indult be, ez az első. Annyira jók a programok, és szeretnék ezt kibővíteni másfelé. És az volt a lényeg, hogy eljön a család, apa, anya főz, a gyerekek pedig pancsolnak és jól érzik magukat. Az én nevezésem az elég érdekesen történt, mert az én párom azt kérdezte tőlem, hogy ugye akkor másodikán főzöl itt lecsóta a fesztiválon. Hát mondom, persze, hogy főzök, úgyhogy gyakorlatilag ez ilyen gyors nevezés volt. Tehát ezt ő találta ki, hogy én nekem ma itt szerepelnem kell. Sokat segített, főleg az előkészületekben, a fa idehozatalába, a tűzgyújtástól már magam csináltam. Kétféle lesz egy hagyományos lecsó, ugye a férfiak kedvére, egy kolbászos szalonnás, a másikat azt pedig a magam kedvére készítem, ez cukinis lesz, és tojás lesz még rajta. Jól főzök, azt mondják, talán ennyi. És hogy az ember ilyenkor a szívét, lelkéket kicsit belekavarja az ételbe. Változatos programok, igazi strandidő jellemezte a családi napot. Minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget.